Befektetett pénzüket szerették volna visszakapni, ezért álltak másfél évvel Budakest székházánál Budapesten, és a DRB bank irodái előtt vidéken is az emberek. Mi az, hogy nincs? Akkor szétverek valamit. Az összes pénz azóta sincs meg. A tavaly februárban kirombant botrányban 115 milliárd forint tűnt el. Öt ember ellen emeltek vádat, ők a Budakest tulajdonosai. A kormánytöbbség másfél éve, amikor több brókercég is hasonló botrányba keveredett, két nap alatt fogadta el a törvényt, amely kimondja, hogy a cégvezetők a saját vagyonukkal felelnek az okozott károkért. Végre megteremti azt, hogy a bűnnek mindenképpen van büntetése. Fontos, mert soha nem volt ilyen Magyarországon, és az elmúlt időszakban sokszor láthattuk azt, hogy a hasonló típusú csalások elkövetői, azok hosszú bűnvádi eljárás végén vagyonunk egy jelentős részével megúszhatták ezeket a cselekményeket. Ez mostantól kezdve számukra sem ilyen egyszerű. Csak hogy a kormány azóta sem készítette el a törvény végrehajtásához szükséges rendeletet, írta meg a HVG. Így fordulhatott elő, hogy nem zárolták a Budakest vagyonkezelő cégét, amely azóta is folyamatosan működik. Sőt, az elmúlt másfél évben az Opimus nevű cég, amelyben a Budakest vagyonkezelőjének volt részesedése, többször is tulajdonost váltott. Az Opimus neve onnan lehet ismerős, hogy egy frissen alapított leányvállalata egy hónapja megvette a felfüggesztett Népszabadság kiadóját. Eközben több a Budakesthez vagy annak tulajdonosaihoz köthető cég is bankot váltott, és ahhoz a B3 takarékhoz vitte át a számlavezetését, amely nemrég 1 milliárd forint hitelt nyújtott Mészáros Lőrincnek és feleségének. A Budakest ügyfeleinek megmaradt vagyona pedig Matolcsi György unokatestvérének, Szemerei Tamásnak az érdekeltségébe tartozó bankhoz, a Növekedési és Hitelbankhoz került idén tavasszal. A DK szerint a kormány hiába ígérte, hogy a broker botrányok igazi felelőseit is elszámoltatja. Most az olyan jól sikerült, hogy ebből a magánvagyomból a Fidesz közeli oligarchák részesültek, mert a kormány elfelejtette az idézőjelben van ezt a szabályozást megcsinálni. Kerestük a kormányt, hogy megtudjuk, miért nem készültek el másfél év alatt a rendelettel. Az igazságügyi minisztérium válaszában több példát is hozott arra, hogy milyen törvényekkel szabályozzák a vagyonok zárolását, de arra nem válaszoltak, hogy miért nem készítették el a végrehajtáshoz szükséges rendeletet. Kerestük a Budakest felszámolóját is, de adásunkig nem kaptunk választ.